Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, ez itt a nap híre, én pedig Reháker Andrea vagyok, és újul új erővel kezdjük ezt a hetet. Most megint egy kicsit a szokásommal ellentétben Ukrajna témában fogok elemezni, de mielőtt ezt elkezdeném, el kell, hogy mondjam, hogy most pénteken, azaz január 27-én 18 óra 30-kor Kecskeméten különleges ultrahang Deep Stage közönség találkozó lesz, a kollégám Király Tamás részvételével, ugye ketten fogunk beszélgetni, lesz egy rendkívüli ultrahangfelvételi is az első részében a rendezvénynek, és aztán utána lehet tőlünk kérdezni, és várjuk is, hogy minél rázósabbakat kérdezzenek, hogy valódi problémákról beszélgessünk, nagyon szépen gyűlnek a regisztrációk, és ennek a videónak a leírásában is találnak majd egy regisztrációs linket, ahol be lehet jelentkezni erre a rendezvényre, aminek nagyon örülnénk, mert úgy egyszerűbb tervezni nekünk is, hogyha tudjuk, hogy merre hány méter. Most pedig hát egy kicsit Ukrajnával kapcsolatban szeretnék elemezni, ugyanis nyilvánvaló, hogy ez határozza meg a Médiának a témaválasztását mostanában, de közben azért történnek olyan dolgok, amin érdemes egy kicsit megállni és elgondolkozni. Ugye megjelent az indexen, hogy Zelenszky a tarasz Sevcsánko-Kievi Nemzeti Egyetem hallgatóival beszélgetett, és azt mondta, hogy Ukrajna még az idén megnyerheti a háborút Oroszországgal szemben, feltéve, hogy az ukránok egységesek maradnak és kellő erőt mutatnak. Az a helyzet, hogy Ukrajna a hírek szerint csak PR és marketing szempontból látszik egységesnek, egyébként pedig egyáltalán nem. Ja, pont a múlt hét végén hallgattam az Ultrahangon egy interjút Vukics Ferencel, aki elmondta, hogy úgy akarják megváltoztatni a törvényeket Ukrajnában, hogy a külképviseletek azokban az országokban, ahol ukrán menekültek vannak, begyűjtsék a katonakorú férfiakat, mert ugye ezek elméletileg jogellenesen tartózkodnak külföldön, és akkor mindenhol, ahol ukrán menekültek elméletileg sikeresen megszabadultak a háború fenyegetésétől, most újra veszélybe kerülnek, legalábbis a férfiak be kell, hogy vonuljanak, és akkor ebben a teljesen értelmetlen háborúban akár az életüket is kell, hogy adják. De közben meg ugye maga a vezetőség sem egységes, és ez abból is látszik, hogy ugye a múlt héten történt, hogy a belügyminisztériumnak az egyik prominens vezetője meghalt egy balesetben, amiről azt állítják, hogy baleset, de mivel ugye a helikopterét lőtték le, ezért azt gondolják a kicsit kritikusabb emberek, akár az elemzők is, hogy nem baleset volt, mert azért olyan sok helikopter nem repül be Ukrajna légterébe orosz oldalról és ezért nagyon valószínű, hogy ez az illető kritikát fogalmazott meg. És a kritika megfogalmazása az ugye egyáltalán nem menő egy demokráciában, ezt tudja mindenki, legalábbis a mint a demokráciában nem, ami Ukrajna egyébként, tehát az Európai Unió szerint Ukrajna az a legszebb példája jól működő demokráciának, és akkor most azzal van tele minden, hogy Olekszij Arasztovics, az egyik legprominensebb ukrán elnöki tanácsadó ugyancsak beszólt, mert ugye volt ez az ominózus baleset Dnipróban, amiről a múlt héten az a csatornámra kirakott beszédében az Zelenszka is beszélt, ráadásul úgy, hogy ezt az oroszok csinálták, kilőttek egy olyan torpedót egy épületre, ami ugye civil lakosságnak számít, vagy civil infrastruktúrának, amivel egyébként repülőgép anyahajókat szoktak célozni, és akkor közben a elmeséli a médiában, hogy ez nem az oroszok felelőssége, hanem a légvédelem követett el hibát, és lelőttek egy olyan orosz lövedéket, ami egyébként nem civil célpont ellen irányult, viszont olyan idétlen módon csinálták, ezt már én teszem hozzá, hogy ugye amikor lezuhant, akkor felrobbant. Tehát nem sikerült a levegőben megsemmisíteni, és egy lakóépületben robbant fel, ahol ugye 45-en meghaltak, 79 sebesült van eddig, 20 eltűnt személy van. Tehát egy olyan épületbe csapódott be, ahol egyébként 1700 ember él, és egy lépcsőház az teljesen megsemmisült, és úgy tűnik, hogy nem nagyon tetszett az ukrán vezetésnek az, hogy Aresztovics ezt a nyilvánosság előtt mondta el, és most le is kellett, hogy mondjon, és elméletileg van egy olyan listája, vagy van egy olyan hollapja az ukrán kormánynak, ahol a likvidálandó személyeket tartják nyilván, és Aresztovics neve felkerült erre a listára, tehát lehetséges, hogy majd ő is felrobban valami helikopterben véletlenül. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy az egyáltalán nem egy stabil kormány élén áll, és nagyon úgy tűnik, hogy az, hogy ezt mondja a hallgatóknak az egyetemen Kievben, hogy még az idén megnyerhetik a háborút, ez egyértelműen annak köszönhető, hogy valakik a háttérből folyamatosan bújtogatják. Ugye, ha megvizsgáljuk, hogy milyen stílusban beszél akármilyen nemzetközi grémium előtt, akkor egyértelmű lehet a számunkra, hogy ez az ember ez vagy teljesen meg van bolondulva, és ebben az őrültségében nyilvánul meg mindenféle érdekes mondattal, vagy pedig valakik a háttérből elhitetik vele, hogy ő tényleg van ilyen helyzetben, hogy így beszóljon akár egy német kancellárnak, akár bármelyik másik uniós vezetőnek, vagy akár magának az Európai Uniónak is. Viszont a másik oldalon, meg ha megvizsgáljuk, azért erre azt mondani, erre a helyzetre, ami most Ukrajnában a politikai vezetésben kialakult, hogy ez korrupció nélkül van, és ez a demokráciának a valódi mintája, akkor az viszont már egy, egy iszonyatosan durva csúsztatás. Írtam a hetekben egy pár hónappal ezelőtt egy elemzést arról, hogy Ukrajna a saját jogán miért nem kerülhetne be az Európai Unióba de mégis mindenki arról beszél. És közben meg Sanna Marin, a finn miniszterelnök, aki arról híresült el, hogy az Instagramon megjelentek róla ezek a bulizós fényképek, meg azt az a véleménye igazából a sajtónak szinte az egész európai kontinensen, hogy nem alkalmas arra a pozícióra, amire megválasztották, mert túl fiatal, tapasztalatlan, és igazából lehet, hogy sokszor jobb lenne, hogyha meg se szólalna. Azt mondja, hogy Ukrajna NATO tagsága megszüntethette volna a háborút. Tehát ebből is látszik, hogy egyáltalán nem érti, hogy miről van szó. És ha visszatérünk ehhez a cikkhez, amiről beszéltem, hogy ugye elemeztem, hogy az Európai Unió alapelveinek, ami miatt Magyarországot folyamatosan ostorozzák, meg állandóan egrecíroztatnak minket, hogy mekkora korrupció, meg milyen guztustalan helyzet van itt ebben az országban ugye Ukrajnát, azt meg hogy hát végül is ez az abszolút, mint a kép a demokráciának, és, és, közben, ha megnézzük, hogy hogy bánnak a kisebbségekkel, most megjelent az Indexen egy olyan cikk, amiben egy ukrán katonai szakértő vagy katonai elemző azt állítja, hogy milyen dühösek Magyarországra, mert hogy nem veszi el nyilván senki a kárpátaljai magyarok jogait, de hát alapvetően nincsenek már jogaik a kárpátaljai magyaroknak. Ugye a kisebbségektől azt követeli ez az ember, hogy tanulják meg a befogadó országnak a nyelvét, és azt használják, de bocs, hogyha ő magyar, akkor hadd legyen joga neki a magyar anyanyelvén iskolába járni, meg minden. Ugye most a következő, ami volt, hogy eltávolították a magyar zászlókat a beregszászi középületekről, és ugye az a rendőrség ellenőrzi, hogy visszakerülnek-e ezek a jelképek, vagy nem. Tehát megint energia megy el arra, hogy egy teljesen jogtalan, meg jogtipró rendeletet betartassanak az ukránok. Tehát egyértelműen látszik, hogy nincsenek a kisebbségek tisztelve, nincsenek a jogaik tisztelve, ugye, hogyha nagyon sarkítunk, akkor az egész orosz-ukrán konfliktusnak ez a rákfenéje hogy hogyan bántak az orosz kisebbséggel Donetskben, meg Luhanskban, ott a Donbass régióban. Tehát azért ott is, hogyha visszagondolunk, akkor az Azov, ami ugye egy enyhén neonáci szélső jobboldali formáció az ukrán hadseregen belül ott azért voltak ezeknek túlkapásaik, és azért népírtásról beszéltek a Donbassban emberek. Tehát erről nem szabad megfeledkezni. És akkor nem lehet az oktatásban az a saját anyanyelvén tanítani azt a gyereket és azon pörögnek, hogy nincsen olyan osztály beregszászi iskolákban, néhol, ahol csak ukránul oktatnának, de hát miért oktatnának csak ukránul. Az a lényege, hogy ez egy nemzetiségi iskola, és ugye magyarul oktatnak szóval. Ha innen nézzük, akkor nem elég, hogy a korrupcióban egyáltalán nem jeleskednek annak a leküzdésében, de még a kisebbségek védelmében sem jeleskednek. És akkor ez lenne a, a, a nagy demokrácia, ami kívánatos mindenki számára, meg a betiltott ellenzéki sajtó, meg a betiltott ellenzéki pártok, meg a likvidált ellentmondó emberek? Ez, nem, ez nem, nem lehet. És lehetséges, hogy ez az egész, ez majd odafut ki, hogy nem Ukrajna nyeri meg ezt a háborút. Tehát lehet, hogy úgy lesz vége ennek a háborúnak, hogy tényleg nem Ukrajna nyeri meg ezt a háborút. De erről egy kicsit bővebben majd a délutáni műsorban fogok beszélni. Most ez egy ukrán témás nap lesz. Remélem, hogy azt is meg fogják hallgatni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgatták ezt a mostani rövidebb felvételt is. Regisztráljanak be a rendezvényünkre, iratkozzanak fel a csatornára, és legyen nagyon szép napjuk a viszonthallásra.